Fake news. The deliberate spread of false information for political purposes. Nagy valószínűséggel a világ jelenleg legdivatosabb kifejezései közé tartozik a fake news, amely magyarul álhíreket jelent. A magyar közbeszédet nézve azonban úgy tűnik, hogy a fake news egyfajta liberális szitok szó lett, amivel a haladó oldal a neki nem tetsző híreket illeti. A probléma az üres vádaskodással az, hogy a fake news valóban gondot jelent. A magyar kormány, de még Orbán Viktor is többször felszólalt az álhírek terjesztése ellen. Tehát abban mindenki egyetért, hogy küzdeni kell ellene. Oktatással a fake news ellen. Ez jól hangzik, azonban a valóság az, hogy a liberális trendek ezzel éppen hogy szembe mennek. A progresszív iskolákban a tanítás célja már nem a tények átadása, hanem éppen ellenkezőleg azok elsikálása. Kiváló példa erre Svédország, ahol újabban az 1700 előtti történelmet egész egyszerűen nem oktatják. A tananyagból kikerült például a kommunizmus bűneinek tanítása. Átalakulóban az iskolák szellemisége is. A fegyelem és a hierarchia nem kívánatos dolgok. A haladó iskolákban a cél az önmegvalósítás, a kreativitás kibontakoztatása. Ha a diák kedve éppen úgy tartja, akkor bordásfalon csimpaszkodik, vagy rollerezik az órán. A tanár sem tanár már többé, sokkal inkább haver. Az önmegvalósítás alapvetően jó dolog, de a tények átadásában biztosan nem segít. Persze az iskolának, a magolásnál valóban többről kell szólnia. Önmagában a tények átadása nem elegendő, mert mindemellé a gyerekeknek adni kell egy zsinórmértéket is, ami segíti a rendszer szintű gondolkodásuk kialakulását. A tények csak ezek után nyernek valódi értelmet, éppen emiatt van szükség az értékrend átadására. Magyarországon a 2013-tól bevezetett hit és erkölcstan oktatást rengeteg támadás érte. A kritikusok azzal érveltek, hogy az állami iskoláknak semlegesnek kell lenniük, nem szabad terjeszteniük semmiféle vallást vagy ideológiát. De lássuk, hogyan valósulnak meg ezek a szép szavak a fejlett, haladó országokban. Tulajdonképpen ezekben az iskolákban is ideológiát terjesztenek, csak a 10 parancsolat helyett a transzjogokat tanítják. Így lehetséges az, hogy Nagy-Britanniában az elsős gyerekeknek tisztában kell lenniük a nem átalakító műtétekkel, illetve Svédországban azért nem tanítják az 1700 előtti történelmet, hogy legyen idő a nyílt társadalom propagálására. A liberálisok szerint tehát hagyjuk el a tényeken alapuló oktatást, s helyette a szubjektumra, a liberális önmegvalósításra fókuszáljunk. Ha viszont ez a cél az oktatásban, hogyan küzdjön a felnövekvő generáció, hogy felismerje a tényeket? Történelmünk a világ ismerete nélkül erre a fiataloknak esélye sem lesz. Tehát a liberális oktatáspolitika a fake news elleni küzdelemben is teljes zsákutca. Vagy pont az volna a cél, hogy a gondolkodásra képtelen, a nyílt társadalom mellett elkötelezett, új fogyasztói társadalmat hozzanak létre?